Itt a meccs után a szurkolóknál elő is került egy japán zászló. Sikerült ezt már felfogni, hogy részese voltál annak, hogy kijuttatottok a világbajnokságra? Hát óriási öröm, hogy kint ennyivel el tudtunk menni, és ezt itthon is végre tudtuk hajtani, amiket megbeszéltünk. Ez egy nehezebb meccs volt, mint odakint, de tényleg nagyon örülünk, hogy ki tudtunk jutni a világbajnokságra, és ott is ugyanígy fogunk harcolni. Gratulálok először is az 50-hez, 50. válogatottsághoz. Így kell ünnepelni? Azt gondolom, hogy igen. Remélem, hogy még lesz több is. Mennyire volt nehéz egyébként erre a meccsre felpörögnetek a kinti meccs után, ahol tudjuk, hogy mi történt, azért elég nagy győzelmet arattatok. Igen, hát azért Kim nem hagyja nekünk, hogy úgy menjünk bele bármelyik mérkőzésbe, hogy ez már megvan, szóval mindenképpen próbáltunk maximálisan koncentrálni és pörögni. Az első félidő második felére össze is állt a védekezés, úgyhogy azt gondolom, hogy onnantól már jó volt. Ilyenkor szezon végén mindig nehéz, hogy friss állapotba és olyan állapotba kerüljünk, hogy a meccsen jó teljesítményt tudjunk nyújtani, de ez a profi szakma, és minden meccsre ugyanúgy felkészülünk, és nekünk most van vége a szezonnak, és most koncentrálunk már csak a továbbiakra. Fantasztikus dolog, hogy ott vagyunk a világbajnokságon, hiszen onnan egy lépés már Tokió, és ez minden álmunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Nem tudom, neked voltak itt esetleg családtagjaid, barátaid, mert azt néztem, hogy azért neked ez olyan messze volt ez a meccs, mint a külföldön játszottuk volna. Igen, egy jó kis ötúrás utazás volt nekik, de kijött a nagy család, és szurkoltak mindenkinek. Hogy érzed magad úgy a válogatottban egyébként, hogy tele vagytok fiatalokkal? Milyen egy ilyen fiatal csapatban játszani? Nagyon jó fiatalokkal együtt játszani, mindenki nagyon-nagyon küzd, nagyon szeretne itt bizonyítani, úgyhogy azt gondolom, hogy egy fantasztikus csapat vagyunk. Jó kis fiatal csapatunk van, de nagyon hamar befogadtak minket, nagyon segítőkészek voltak, és szerintem könnyen be tudtunk illeszkedni. És mi a helyzet az érettségivel, ha jól tudom, rád is éppen most vár ez a feladat? Igen, az írásbeli része nagyon jól sikerült szerencsére, most majd a szóbeli után fogok csak elkezdeni készülni.